Állásbőrze. A kétnapos rendezvényen több mint 40 munkáltató kínált állást, és közel 2000-en érdeklődtek a munka és a képzési lehetőségek iránt. Helyi járat. Az autóbusz menetrend módosítására tett javaslatokról tárgyalt kedden az Önkormányzat Gazdasági és Város Stratégiai Bizottsága. Jubileum. Emléktáblát avattak abból az alkalomból, hogy 150 éve indult meg a forgalom a Sopron-Szombathely-Nagykanizsa vasútvonalon. Ez a Szombathely Televízió híradója, a műsorvezető Potyondi Nikolett. Jó estét kívánok! Több mint 40 munkáltató kínált állást, és közel 2000 látogató fordult meg munkát és képzést keresve a kormányhivatal és a kamara kétnapos közös állásbőrzéjén. A szervezők hangsúlyosan a műszaki jellegű szakmákat népszerűsítették, de más ágazatok cégeinél is volt felvétel. Most először szervezett közösen állásbőrzét a Vas megyei kormányhivatal, valamint a Vas megyei kereskedelmi és iparkamara, de a helyszín is rendhagyó volt. Egy Szent László király utcai használaton kívüli ipari csarnokban állították fel a vasi munkáltatók standjait, és ide várták a leendő munkavállalókat, a pályaválasztás előtt álló fiatalokat is. A megnyitón nagy hangsúlyt kaptak az egyetemi gépészmérnök képzés sajátosságai. Amiről 25 éve beszélünk, az úgy tűnik, hogy kezd gyakorlattá válni. Mind a középfokú, mind a felsőfokú képzésekben megjelenik az úgynevezett duális képzési struktúra, képzési lehetőség. A most indult műszaki felsőoktatási képzés iránt nagy volt az érdeklődés a megye középiskolásainak körében. Már kiskorom óta szerettem volna gépészmérnök lenni, úgyhogy úgy gondoltam, hogy érdeklődök utána, és eljövök erre az eseményre. Sokkal több információt adhattak a duális képzésről, ami szerintem nagyon érdekes lehetőség, és itt sokkal jobban meg lehet ismerni, mintha csak elolvasom a prospektusokat vagy könyveket, ezért akartam eljönni. Az állásbőrze azonban nem csak a műszaki beállítottságú látogatóknak volt hasznos. Többek között faipari, ruhaipari, sütőipari és egészségügyi cégek, szervezetek is kerestek munkaerőt. Azokkal a cégekre kell fókuszálnunk, arra 41 cégre, aki itt kiállít, aki itt bemutatja a lehetőségeket, hogy nála milyen munka található, bemutatja a technológiai részeket, igaz, hogy az egész technológiából csak egy-egy szegmenset tud bemutatni. Térségünkben rendkívül alacsony a munkanélküliség, ennek ellenére nagy igény mutatkozott a rendezvényre. Két napon át közel 2000-en fordultak meg az állásbőrze és karriernap pódiumbeszélgetésein, konferenciáin. Az Önkormányzat Gazdasági és Város Stratégiai Bizottsága kedden délután rendkívüli ülésen tárgyalta a helyi autóbusz menetrend módosítására megfogalmazott javaslatokat. Októberben újra napirendre tűzik a kérdést. Lakossági igények, lakossági fórumokon elhangzott észrevételek és egyéni képviselői indítványok alapján elkészült a menetrendi módosító javaslatcsomag, amelyről júniusban s most kedden rendkívüli ülésen tárgyalt a Gazdasági és Város Stratégiai Bizottság. Minden képviselő elmondta a saját igényeit. Ugye elsődlegesen, mint bizottsági elnök, az volt a véleményem, hogy ezt egy komplex, egész átfogó rendszerbe kell néznünk. Voltak olyan részei ennek, tehát buszjáratok újraindítása, megszűnése, különböző dolgokról tárgyaltunk. Az előterjesztett menetrendi módosítási javaslatok megvalósítása 22 millió forintos többletköltséget jelentene a városnak, miközben jelenleg már 300 millió forintot költenek évente helyi járatos közlekedés finanszírozására. A bizottság ezért azt javasolta, hogy a busztársaság vizsgálja meg, hogy milyen észszerűsítéseket tudnak bevezetni ahhoz, hogy a menetrend módosítása ne igényeljen plusz forrást. Az októberi bizottságülésre a szolgáltatónak elő kell készíteni egy olyan szakmai javaslat, csomagot, amelyet egyeztetve a polgármesteri hivatal szakaparátusával és alapvetően lehetőség szerint tömeges utazási igényeket kiszolgálva és teljesítménytöbletet nem generálva szülessen egy olyan komplex koncepció, amelyet majd az októberi közgyűlés vagy novemberi közgyűlés el tud fogadni. A tervek szerint 2016. január 1-től módosul a szombathelyi helyi járatos autóbuszok menetrendje.
150 éve, 1865. szeptember 21-én indult meg a forgalom a Sopron-Szombathely-Nagykanizsa vasútvonalon. Amellett, hogy gazdaságélénkítő szerepe volt, működtetése sok család megélhetését biztosította. A jubileum alkalmából emléktáblát avattak a szombathelyi vasútállomáson. A vasútépítés hőskorában létrejött 165 km hosszú észak-délirányú szakasz Bécs és az adriai kikötők összeköttetésében játszott fontos szerepet, fellendítette az ipart és jelentős utasforgalmat bonyolított. Megnyitása lényeges momentum volt a város életében is, hiszen Szombathely a Dunántúl egyik jelentős vasúti csomópontjává vált, emelte ki köszöntőjében Puskás Tivadar. A vasútnak a kialakítása az a gazdasági fejlődés volt egyenlő abban az időben is. A polgármester hozzátette, 4,5 milliárd forintos beruházás eredményeképpen néhány éven belül létrejön az intermodális pályaudvar, ami nagy lépést jelent majd a közösségi közlekedésben. 2013-ban megtörtént a Sopron-Szombathely vonal villamosítása, így gyorsabbá és sokkal inkább környezetbaráttá vált a vonatközlekedés. További terv, hogy a Szombathely-Zala-Szentiván közötti szakaszt is fejlesszék, mondta a Gyesev vezérigazgatója, aki maga is régi vasutas dinasztia tagja. A vonalnak ma is fontos szerepe van a személy- és áruszállításban egyaránt. Mind a két szempontból nagyon nagy a jelentősége, én azt gondolom most is. Személyszállítás szempontjából mind Szombathely körzetében, mind pedig Sopron körzetében az elővárosi, a munkába járás szempontjából meghatározó jelentőségi a vasútnak a szerepe, és azt szeretnénk, hogy meghatározó jelentőségű is maradjon. Ennek érdekében csináltuk a fejlesztéseink egy részét. A 150 esztendős jubileum alkalmából emléktáblát avattak a vasútállomáson, majd tortával ünnepelték a kerek évfordulót. Szépkorú köszöntése. Szabad egyetemet szerveztek időseknek, vasárnapi bemutató a Mesebolt Báb Színházban. Prokop Mária művészettörténész a Premontreiben. Rövid híreink következnek. Otthonában köszöntötte Puskás Tivadar polgármester Dallos Mihálynét 90. születésnapja alkalmából. Rózsi néni 1925. szeptember 24-én olaszfán látta meg a napvilágot. 1944. május 12-én gettóba vitték Vasvárra az egész családot. Később Szombathelyre került, majd Sopronba, ahonnan Auschwitzba deportálták őket. Testvéreit és édesanyját ott veszítette el. A koncentrációs táborban kábeleket készített. 1945. május 5-én szabadult, júliusban került haza Magyarországra. Három unokája és három dédunokája van, akik közül az ikerpár hétfőn hajnalban született. A Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Szombathely Nyugdíjas Szövetségének szervezésében megkezdődött az Idősek Szabad Egyetemének 2015-16-os programsorozata. A Váci Mihály utcai Idősek klubjában kedden délután az érdeklődők Reisinger János irodalomtörténész előadását hallgathatták, aki a magyar képzőművészet bibliai ábrázolásairól beszélt. A középpontban ezúttal Munkácsi Mihály Krisztus Pilátus előtt című trilógiája állt, amelyet a művész 1881 és 1886 között készített Párizsban. A következő előadást október 27-én rendezik. Mi történik akkor, ha a különböző mesék gonosz farkasa valójában egy és ugyanaz a személy? Mi visz rá valakit, hogy ennyi mindenkit felfaljon? Ezt a gondolatkört járja körbe a Mesebolt Báb Színház legújabb előadása, a Farkas Has. Szabó Borbála és Varró Dániel darabja egyszerre humoros és tanulságos. Fige Attila rendező minden korosztály számára ajánlja. Az ősbemutatót vasárnap láthatja először a közönség. A Magyar Katolikus Kultúra hete keretében a Premontrei Gimnáziumba látogatott Prokop Mária. A művészettörténész Szent Márton ábrázolásokat mutatott a diákoknak, illetve arról beszélt, hogy miért érdemes ezt a szakmát választani. Hozzátette, ebben az intézményben nem csak tanulni, de gyakorolni is lehet a művészetet. Prokop Mária arra biztatta a fiatalokat, hogy találják meg, miben jók, és legyenek tudatában a tehetségüknek. A Kanizsai Dorottya Gimnázium laborjában bárki megtapasztalhatta, milyen fizikai törvényszerűségeket lehet felfedezni egy-egy cirkuszi produkcióban. Aki lemaradt a rendezvényről, a szépen illusztrált könyvből is megismerheti a fizika és cirkusz összefüggéseit.
Mindennapi életünk fizikai jelenségeivel és azok magyarázataival ismerkedhettek meg a Kanizsai Dorottya Gimnázium Cirkusz a Laborban elnevezésű rendezvény résztvevői. Adta magát a téma, hogyha valaki elmegy mondjuk fizikatanárként egy cirkuszba, akkor nem csak a produkciókat látja, hanem megpróbálja értelmezni és belelát fizikai jelenségeket. A jelenségek bemutatására a gimnáziumban tartott közösségi nyílt napon minden résztvevő kísérleteken keresztül ismerkedhetett meg a cirkusz fizikájával, és vetélkedőben próbálhatta ki tudását. Ez abból áll, hogy a tudásunkat, a jelenlegi készleteinket felhasználjuk a labor bemutatására kísérletek formájában, ami az egész tanéves anyagra, érdekességekre és esetleg helyi látványosságokra terjed ki. A kísérletekben a gimnázium végzős fizika fakultációs csoportja segítette az érdeklődőket, megmutatták a kísérleteket és elmagyarázták a jelenségeket. Én például a Bernoulli törvényeket kaptam, akkor nekem abból kellett felkészülni, hogy a gyerekek, hogyha elakadnak, akkor tudjanak kérdezni tőlünk, és akkor majd mi válaszolunk rá. Aki lemaradt a rendezvényről, de felkeltette érdeklődését a téma, a cirkusz és a fizika kapcsolatát Sinkó Andrea szépen illusztrált könyvéből is megismerheti. A borús időjárás ellenére is több ezren vettek részt az elmúlt hétvégén a kőszegi szüreti mulatságon. A csütörtöktől vasárnap estig tartó forgatók legnagyobb attrakciója a jelmezes felvonulás volt a város utcáin. Szombathelyi hagyományőrzők, a Klapka Lovas Polgárőr Egyesület vezette fel a kőszegi szüreti felvonulást szombaton. A város civil szervezetei, intézményei öltöztek maskarába, a szürethez kapcsolódóan még produkciókkal is készültek. A kőszegi fúvósok pedig ezúttal még dalra is fakadtak. Évszázados hagyomány Kőszegen, hogy a gazdák beszámolnak ilyenkor a város vezetőjének a termésről, és engedélyt kérnek a szüretre. Örömmel mondhatom el, hogy a próbafokolások eredményei 17-18 mustfokot mutatnak már most, úgyhogy ennél csak jobb lehet, úgyhogy bízunk benne, hogy nagyon jó minőségű bort tudunk készíteni az idén termett szőlőből. A születhez az engedélyt megadom. A felvonulást a rossz idő ellenére is több ezren kísérték figyelemmel. Többször is szoktunk itt lenni, hát az idei szerintem nagyon jó volt, nagyon poénos volt, aranyosak voltak a gyerekek is, főleg a kicsik. Nagyon tetszik, majdnem minden évben megnézem. A négy napos szüreti mulatság legnagyobb attrakciójának számító karneválon 1000 jelmezes felvonuló vett részt. Az intézmény tulajdonképpen csak a kereteket biztosítja ahhoz, hogy ez a felvonulás, ez a karnevál létrejöjjön, hiszen a civil összefogás az iskolák, intézmények nélkül ez nem működne, és hadd emeljem ki, legnagyobb támogatónk ebből a szempontból a Közegváros fúvós zenekara, hiszen ők egész évben járják az országot, hiszen azok a fúvós zenekarok, akik itt szerepelnek, náluk már voltak a kőszegiek. Idén is megválasztották a város bor királynőjét, a címet egy évig a 20 éves Bilics Enikő viselheti. A helyi borok is versenybe szálltak, Alasz László Gála küvéje lett a város bora. Kőszegen a szüreti hétvégén nemzetközi fúvós zenekari találkozó is zajlott. A házigazda kőszegi fúvósokon kívül 8 vendégzenekar szórakoztatta az érdeklődőket. Közel 500-an álltak rajthoz a második alkalommal megrendezett szombathelyi futófesztiválon. A 10 kilométeres országos bajnokságon a házigazda szóese versenyzői a különböző kategóriákban összesen 7 érmet gyűjtöttek be. Második alkalommal rendezett utcai futófesztivált a Vasi megyeszékhelyen a szombathelyi egyetemi ese. A program leglényegesebb része természetesen a 10 kilométeres országos bajnokság volt, melyen a hazai versenyzők közül többen éremesélyesként indultak. Azt érzem, hogy picit magukra hagytam őket abba az értelemben, hogy csak az utolsó pillanatban tudok velük foglalkozni. Én azt gondolom, hogy 2 dobogós helyezésünk biztos, hogy lesz. Csapatban talán még 1-2.
2-3 éremmel lennék elégedett, de azt gondolom, hogy egy hazai versenyzés az egyrészt nyomaszthatja is, másrészt pedig föl is dobhatja a versenyzőket. A szombathelyek közül a férfiak mezőnyében Kovács Attila, míg a nők között Molnár Zita számított favoritnak saját kategóriájában. Mindketten megpróbálták a hazai viadalra időzíteni csúcsformájukat. Úgy érzem, hogy egy nagyon jó felkészülés után vagyunk, és hát örülök neki, hogy most itt Szombathelyen versenyezhetek, főleg, hogy 10 kilométeren már szerettem az ilyen hosszabb távokat, és hát remélem, hogy jól fog sikerülni. A profik között a Szóese végül összesen 7 érmet gyűjtött be. Nagyon sokan indultak az amatőrök futamaiban is, többek között rajthoz állt a Városi Önkormányzat csapata is, Kocka Tibor alpolgármesterrel a soraiban. Úgy gondolom, hogy rendkívül fontos a példamutatás, és ezt a családban kell kezdeni. Tehát, hogyha a gyermekek azt látják, hogy a szülőkkel együtt hétvégenként kirándulnak, vagy sportversenyekre járnak, vagy sportolni járnak, de egyszerűen csak kerékpározni, akkor úgy gondolom, hogy ez az évek során egy életmóddá válik a fiataloknál. A második szombathelyi futófesztiválon végül közel 500-an álltak rajthoz, ez pedig azt bizonyítja, hogy a Vasi megye székhely lakói szeretnek sportolni, szeretnek futni. A Szombathelyi Televízió híradóját látták. Műsorainkat az interneten a www.stv.hu címen nézhetik meg, friss híreinket pedig a szombathelyi7.hu hírportálunkon olvashatják. Híradónkat óránként sugározzuk. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!